Az Országos Diáktanács története több mint 6 évvel ezelőtt Székesfehérváron kezdődött, ugyanis az Országos Diákparlament a Koronázóvárosban tartott ülésén merült fel a testület létrehozása. A Diákparlament 2 évenként ülésezik, ezen időszakon belül a Diáktanács havonta értekezik. Székesfehérvár polgármester elmondta örömteli, hogy az Országos Diákparlament üléseinek a város adhatott ott, ezáltal a diákok fővárosává vált Fehérvár. Nagyon büszkék vagyunk azokra a fiatalokra, akik a fehérvári diák önkormányzati rendszert működtetik. Bízom benne, hogy ők meg úgy érzik, hogy mi meg megadunk a működésükhöz minden segítséget. De ami nagyon fontos, hogy ez fajta keret, ez tartalommal a fiataloknak kell megtölteni. Az nem nekünk kell megmondani, mi jó a fiataloknak, meg mit csináljanak ők, hanem mi azt várjuk tőlük, hogy ők hozzák az impulzust, ők hozzák az ötletet, a javaslatot, és kérjék, mutassák be, hogy mivel tudjuk mi azt segíteni, és bízom benne, hogy az elmúlt években sikeres volt, így lesz ez a következő időszakban is. Fehérvár megyei küldött elmondta, a kormányzat teljes mértékben partnerként tekint az Országos Diákparlamentre, illetve a Diáktanácsra. Azok a lépések, amiket mi megcsináltunk már alapból csodálatosak, itt gondolok arra, hogy sikerült az első nyelvvizsgát ingyenessé tenni ugye adott nyelvekből, vagy akár az, hogy tárgyaltunk a Covid előtt a vírushelyzetnél is arról, hogy hogyan folytatódjon az oktatás, és ebben az állam kikéri a véleményünket, szerintem ezek az alapból a legfontosabb dolgok. Az Országos Diákparlament közel 60 pontban foglalta össze igényeit, ezek is így a többi között a krétarendszer javítása, az új érettségi rendszer, a tananyag és az egyetemi felvétel is szóba került ma Fehérváron. Ugye mindig jelzésérték, hogy mi az, ami a fiataloknak a fantáziáját megmozgatja, mi az, amit várnak, mi az, amit nem várnak. Ugye az is fontos, hogy ami esetleg nem szerepel, vagy ami az egyeztetéseken, amikor velük tárgyalunk, akkor meg tudjuk kérdezni a mindenkori tervezett intézkedésekről őket. Egy fontos visszajelzés. És szerintem a munkánk során. Az Országos Diákparlament és Diáktanács által a kormányzat felé megfogalmazott ajánlások a diáktájékoztatás.hu internetes portálon olvashatók.